Immár hagyomány a város kulturális életében, hogy a színházi évad első premierje keretében adják át a Pro Teatro díjat, amelyet Székesfehérvár önkormányzata ismeri el a színházi világban dolgozók munkáját. Idén a Vagó Bertala rendezte Bereményi Géza és Kovács Krisztina Apacsok című művével indult a Vörösmarty Színház 2023-24-es évada. A premier előtt a rangos elismerést Cserpakovics András polgármester adta át Ferenci Noéminek és Lőrinc Zsuzsának. Az egyikük egy színházi ember, aki 2019 óta van itt a Vörösmarty Színházban, a másikuk pedig egy tanáregyénisége a Ciszter Gimnáziumnak, és valóban összeköti őket a diákok bevonása a színházi életbe, akár az Atlan program, akár a Petőfirok, vagy éppen a Ciszter gimnáziumon belüli diák színpad, például október 23-ai idei megemlékezésünk műsora. Azt hiszem, hogy mind a két személyiség olyan, aki megérdemli ezt a díjat, és bizonyára nem csak mi gondoljuk így, hanem a város kulturális közössége is úgy érzi, hogy jó helyre kerülnek az elismerések. Ferenci Noémi a Ciszterci Szent István gimnázium pedagógusa által felkészített fiatalok rendszeres fellépői és díjazottjai a fehérvári versünnepnek. Emellett a gimnáziumban működő Fehér Holló diákszínpad rendezőjeként és színház szervezőjeként évről évre nagy sikerrel visz színpadra magas színvonalú előadásokat. Mindenképpen megerősítés. Nem, mint hogyha egy pillanatra is kétségem lenne a felől, hogy fontos és szép dolog, amit teszünk, de mégis szüksége van az embernek a visszajelzésekre, és ilyen értelemben nagyon jól esik. Lőrinc Zsuzsa, aki színészként is jelentős karriert tudhat magáénak, a Vörösmarty Színházban 2014 óta rendez gyermekelőadásokat, az ő nevéhez fűződik a 2022-ben nagy sikerrel befutott Petőfi Rock is. 4 éve a Vörösmarty Színház művészeti vezetőségének tagja, először stratégiai munkatársként, 2022. szeptembere óta pedig ügyvezetőként. Ezen gondolkodtam, hogy most az Atlantis program miatt, vagy egyáltalán a nevelési programok miatt kaptam ezt, vagy amúgy, amit a színházban csinálok, de tulajdonképpen mindegy is. Azt hiszem, hogy a legfontosabb nekem, és amitől én tényleg fehérvárinak kezdtem érezni magam, és remélem, hogy maradok is székesfehérvári, most már itt is élek 1 éve, az az Atlantis program, és hát azt a gyerekeknek köszönöm, és a tanároknak, azoknak a pedagógusoknak, akik vezetik ezeket a csoportokat, és fantasztikus munkát végeznek. A két elismerés megerősítette városunk kulturális életének egyik kulcsa a színházi élet, izgalmas, tartalmas jövőképpen rendelkezve várja az új nemzedéket.